Sziasztok, Ádám vagyok, a képen pedig a Sony új elcsúsztatható ultrabookját láthatjátok, ami tablet is egyaránt. Pillanatnyilag most felnyitva látható, itt van maga kijelzője, van előlapi kameránk, illetve számos érzékelünk, illetve hát a kijelző látható, hogy mennyire szépen érzékeli azonnal gond nélkül a multitouch mozdulatokat. Alján fizikai Windows gomban illetve, mint láthatjuk, ez egy i7-es processzorral szerelt gép. Megnézzük a billentyűzet részét, apró gombokat találunk, viszonylag nagy tér közel, ez nekem annyira nem tetszik, hiszen nehezebb gépelni rajta. Külön touchpadünk nincs igazából, hanem egy ilyen kis röcögegeszerűséget kapunk hasonlóan, mint ami a korábbi ThinkPad, illetve a jelenlegi ThinkPad modellek is megtartó volt, azonban van kettő darab egérgombunk ehhez ettől függetlenül. Magát a készüléket elfordítva láthatjuk a csuklójának kialakítását. Hátulján van az RJ45 csatlakozó, illetve tárcsatlakozó, bal oldalán tartja egy VGA csatlakozó, illetve SD kártyaolvasó és egy audio csatlakozó. Még a másik oldalán USB 3.0, kettő darab és HDMI, illetve egy bekapcsoló gomb. Ha megnézzük a készülék alját, itt található még néhány gomb, mint például a hangerőszabályzó gomb, illetve kettő darab hangszóró is itt az alján. Készülék érdekessége, egyszerűen le tudjuk csúsztatni, így egyszerűen tabletként működik. Kicsit így már vastagabb, azonban hogyha kihasználjuk azt, hogy egyszerűen felcsúsztatható, majd egy kézzel annyira nem egyszerű megcsinálni, akkor már egy notebookként is használhatjuk. Ádám voltam, ez pedig itt a Sony Windows 8-as Slider tabletje volt. Kövessetek minket továbbra is, sziasztok!